Napjainkban rengeteg elektronikai berendezés vesz minket körül, és számuk egyre csak nő. Az újszerű technológiák megjelenésével az áramforrásokat hosszú ideig sokszor megszakítás nélkül használjuk, emiatt az elektromos lakástűzek száma is megnövekedhet. Az év első három évében összesen 290 lakóépületben keletkezett tűz Szabolcs-Szatmárberek vármegyében, ebből 12 esetben tűzvizsgálat indult. Az eredmények azt mutatják, sok esetben elektromos hiba miatt csaptak fel a lángok. Egy új ingatlan esetében már gondolnak a szakemberek arra, hogy a jelenlegi fogyasztási körülményekhez igazítsák az elektromos hálózat kiépítését de vannak azért régebbi, akár 50-60 éves épületek, amelyeket használunk, és abban az időkben bizonyosan nem erre a leterheltségre készültek el az elektromos hálózatok. Mi felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy időközönként célszerű szakemberrel ezeket a hálózatokat átvizsgáltatni, azok teljesítő képességével kapcsolatban információt kérni, a szükséges javításokat, hibafeltárásokat elvégezni. Amíg régen egy porszívó teljesítménye 600 és 1000 watt között mozgott, napjainkban 1500-2200 wattal dolgozik, egy hajszárító a korábbi 300 watt helyett már 1000 1500 wattot fogyaszt. És akkor még nem beszéltünk a sütőkről, a klímaberendezésekről, a mosó mosószárító és mosogatógépekről, amelyek szintén túlterhelhetik a régi hálózatokat. Az elektromos hálózat korszerűtlenségére utalhat, ha többször pislákol a lámpa, vagy ha szikráznak a konnektorok. És nem csak az elektromos hálózat túlterheltsége okozhat tüzet. Manapság egyre több elektromos meghajtású járművet használunk, gyakran ezeket is lakásunkban töltjük. És sajnos nem mindig jó minőségűek azok az akkumulátorok, amiket tölteni kell. Ezek a legtöbbször lítium alapú töltőegységek, Képesek olyan is produkálni, hogy akár robbanás, vagy tűzeset is bekövetkezhet. Ezek szélsőséges esetek, de vannak rá példák, tehát ezeket is fokozottan tartsuk emberi felügyelet alatt, mondjuk az említett mobiltelefon, vagy éppen laptop töltése, vagy a kisebb járművek mondjuk a roller jármű töltésekor is legyen emberi felügyelet alatt a jármű, vagy éppen az eszköz. Ha mégis megtörténik a baj, elektromos lakástüzek esetén a lángokat tilos vízzel oltani. Az oltáshoz használjunk porral oltó tűzoltó készüléket, vagy valamilyen nem gyólékony, nagy felületű anyagot. Ha nincs ilyenre lehetőség, akkor azonnal értesíteni kell a tűzoltókat.